megtisztelő, hogy a második ilyen történelmi kávézóban is az ember szerepelhet. Annyit muszáj elmondanom, hogy valamikor tavasszal polgármester úr, illetve hát az önkormányzat megkeresett engem, hogy van Szadának egy nagyon értékes, izgalmas építészeti öröksége, kúriák és villák, és hát ezekkel úgy még nem foglalkozott igazából senki, és hát az a megtiszteltetés ért, hogy az elmúlt fél esztendőben volt módom hát nagyon sok mindennek utána járni, amennyire lehetett természetesen, és hadd mondjam el, hogy a településen nagyon sokan segítettek ebben. Majd ebből tényleg egy kiadvány lesz, akkor ott föl is fogom sorolni, hogy ki mindenkinek köszönhető ez a segítség. Ez a kis előadás tulajdonképpen csak egy kis pörgetése ennek a témának. Valószínűleg legalább egy benyomást fogok tudni arról adni, hogy Szadának ez az építészeti kultúrája fontos, jelentős. És hát persze, ha a jelenét nézzük, akkor egy picit ellentmondásos, mert van, ami jó állapotban, jól gondozottan megmaradt, és van, ami sajnos már a múlté, és csak emlékek maradtak róla. És hát ami nagyon fontos, és az elején egy picit erre szeretnék majd utalni, hogy azért ez az építészeti kultúra, ami természetesen egy társadalmi mozgásnak az eredménye, lecsapódása, azért a településen nagyon sok mindent megváltoztatott, nem csak a házak vagy a település arculata vonatkozásában, hanem a település társadalmában is nagyon sok mindent jelentett. Hát akkor kezdjük is. Amit a nyitóképpen látnak, ez a Stettina villa egy családi felvételen. Egy picit nézzük meg, hogy mit is értünk tulajdonképpen kúrián, és mit értünk villán. Nagyon röviden, hogyha ugye kúriákról beszélünk, kúria építészetről beszélünk, akkor egészen visszamehetünk az ókorig, mint minden esetben, ugye már az ókori görögök vagy rómaiak is. Nos, ugye a kúria szavunk is azon túl, hogy van egy igazságszolgáltatási jelentése, lényegében ugye latinként egy birtok központot, egy gazdálkodási központot jelent már az ókor óta, és mindig a adott társadalomban nem a legfelső arisztokráciának, hanem inkább a közép vagy a kisbirtokos nemességnek valamiféle rezidenciális központját jelenti. Az igazi virágkora a magyar kúria építészetnek az a 19. század. Tulajdonképpen az egész évszázad, az évszázad végére lecseng ez a fajta kultúra, de különösen, hogyha ugye ma halljuk a kúria szót, vagy találkozunk ezzel a kifejezéssel történelemkönyvekben, vagy építészettörténeti könyvekben, akkor általában egy klasszicista stílusú, ugye javarészt téglalap alaprajzú és középütt, egy ilyen görög templom építészetre emlékeztető úgynevezett portikusszal megáldott épületről van szó, amely előtt többnyire díszkertet találunk, de egyébként az egész épület, vagy ez a fajta épület típus tulajdonképpen nem a kastély méretének megfelelő, hanem annál egy nagyságrenddel kisebb épület, de ez nem jelenti természetesen az építészet értékeinek a kisebbségét is. Néhány megyei kúriát szedtem össze, kimondottan olyan céllal, hogy akár összekeverhető legyen azzal a házzal, ahol most vagyunk, hogy tulajdonképpen ez egy minta szerint épült, és nyilván az adott család tehetőségétől függően különböző méretben, különböző szobaszámokkal, általában egy-egy ilyen kúriának a 8-12 szoba, lakószoba, plusz mindenféle kiszolgáló helyiség volt a modellje. A kúria építészet, tehát ez a kisbirtokos vagy középbirtokos építészet, ez a 19. század végére, 20. század elejére csengre, amikor ugye megváltozik a társadalom, és ugyan vannak, meg maradnak is még gazdálkodók, meg a nemesi társadalom bizonyos rétege, mint hogy Szadán is
megmarad, de tulajdonképpen mint épület típus egy egészen más mezőgazdasági kultúra bejövetelével elveszti a jelentőségét. Ugye a villa az is latin eredetű szó, az is tulajdonképpen egy nagyobb, egy városi település mellett lévő valamilyen kikapcsolódást, de adott pillanatban egy kis majorságot is jelentő szó. Ugye az ókorig visszavezethetők a gyönyörű itáliai villák, aztán a reneszánszban van ennek egy reneszánsza, és tulajdonképpen az a villa építészet, amit mi úgy általában elképzelünk, ez megint csak a 19. század terméke, 19. század közepe Magyarországon különösen, és valójában akkor bontakozik ki, vagy virágzik ki, amikor a polgárság színre lép, és lényegében a villa építészet a mindenkori közép- és nagy polgárságnak egyfajta olyan rekreációs építészete, ami a városi nyüzsgésből, a városi városban űzött hivatástól való menekülésképpen valahol a peremen vagy a közelben egy ilyen pihenő célzattal épült együttes. Hát ennek is ugye meglehetősen változatos az építészeti kialakítás. Az első időszakban jellemző ez a fajta klasszicizáló stílus, egy kicsit a kúriáknak a mintáját veszik át, ez ugye a Barabás villa Pesten, tehát 19. század közepe. Aztán bejönnek olyan érdekességek, mint az úgynevezett svájci stílus, tehát ez egy kimondott a német nyelvterületen, a mai Svájc területén. Egykor volt divatos, nagyon gazdag, faragású, tornácos, kialakítású villát jelent. Aztán bejön a historizmus, ugye, amelyben több-kevesebb tisztasággal megjelennek különböző építészeti stílusok. Ez lényegében aztán már egy teljesen vegyes kialakítású és igazából egyéni ízléstől, vagy az adott építész egyéni tehetségétől függően alakul át valamilyen épületté. A jellemzője mindig az, ugye, hogy alapvetően a pihenés, a regenerálódásnak a helyszíne, a kikapcsolódás, az ellazulás és a körötte levő különböző ugye, zöld területek vagy parkok is tulajdonképpen ezt szolgálják, bár a villa építészetnél is, ahogy a kúriáknál is, azért a díszkert mindig megjelenik a főhomlokzat előtti részen. A magyarországi villa építészet lényegében az első világháborúig tart. Ugye a világháború nehézségei alatt hát nem építenek villát, Szadán is 1914-ben építik meg az utolsó villát, és a két háború között pedig már az ország, hogy is mondjam, nincs, tehát a nagypolgársága vagy a polgársága meglehetősen legyengül, ugye egy picit visszajön a régi világ, és már kevés lehetőség van, kevés anyagi lehetőség van arra, hogy újabb villák épüljenek, tehát inkább használják, vagy átépítik a korábbiakat. Szada 18. századi egyik kéziratos térképe, több is van, ugye vannak katonai fölmérések, tehát bármelyiket lehetne hozni. A dolog ugye azért érdekes számunkra, ha valaki esetleg, mint ugye itt a katolikus templom, ugye ez a Dózsa-György út, azért érdekes számunkra, mert azt tudjuk, hogy egészen a 19. század végéig egyházi birtok Szada. Tehát a Váci püspökség az egyik birtokos, a másik pedig a nagyváradi káptalan. Tehát a településen világi birtokosság nincs jelen. Ami azt jelenti, hogy ugye tudjuk, Székely Bertalan lakása volt az ispáni ház, ugye, ez valahol itt van. Nem épült se kastély, se kúria, semmi, hiszen nem volt világi birtokos, akinek itt a rezidenciáját meg kellett volna emelnie, és hát ugye a gazdálkodásához szükséges birtok sem volt világi tulajdonban. Tehát, hogyha Szada akkori térképére nézünk, akkor tulajdonképpen azt látjuk, hogy jobbágyporták, zsellérporták, ugye a templomon kívül komoly építmény a településen nem volt, egyet látunk, egy picit közelebb megyünk, hogy egy kis kerti házzal, ez volt valószínűleg a főszolgabírónak a háza, aki egyébként Váci volt, de időnként itt tartózkodott Szadán.
Hát, hogyha a faluképet egy picit illusztrálni kellene, hogy hogy nézhettek ki ezek a porták, hát körülbelül ezt az egykori 19. század elejé ugye ábrázolást vehetnénk, tehát Szada faluképe ekkor körülbelül így nézett ki. Se kastély, se kúria, semmi. 19. század vége ugye a jobbágy felszabadítással, hát pontosabban a kiegyezéssel ugye végül is szentesített jobbágy felszabadítással egy egészen új korszak köszönt be, ugye annak ellenére, hogy egy personál unióban élünk, ugye Ferenc József révén a gazdaságpolitika meglehetősen liberális lesz, hatalmas beruházások indulnak, minden vállalkozás akkor bontakozik ki, hagyne soroljam. És hát ugye ez a fajta óriási változás, ez a kis településekben is megjelenik. 19. század végére Szada központjában megjelennek azok az épületek, amelyek már valamilyen polgárosodás felé, vagy egy új világ felé mutatnak, a Hangya Szövetkezet székház, ugye épül egy rendes, vagy normálisabb községháza, ugye iskola, katolikus templom marad a centrumban, ugye, tehát elkezd a település egy picit városképileg, vagy faluképileg is mozogni, és megjelennek itt különböző a modernizációnak megfelelő vállalkozások és intézmények. Ha megnézzük, ugye ez egy mai térképe Szadának, akkor ez a 19. század közepén megindult változás, hogy egy picit megelőlegezzük az eredményét. Ugye ez azt jelenti, hogy tulajdonképpen két klasszikus kúria épül Szadán, és 2, 4, 6, 8, 9 villa épül Szadán. Tehát a korábbi, ez a bizonyos parasztportáros világ megváltozik, és jellemző módon ugye a kúriák valahol a település központjában, mint rezidenciális székhelyek épülnek meg. A villák a Szőlőhegyen, ugye, tehát egy olyan területen, ahol ugye egy picit gazdálkodni is lehet, de lényegében a pihenés, a kikapcsolódás, a kellemes természeti környezet adott volt, és hát van ugye egy kakukk fiókánk, Székely Bertalan műteremháza, ami viszont olyan szempontból érdekes, hogy a klasszikus műterem villáknak egyfajta helyi megjelenése. Ugye az első, amit időben megépítenek, ez a bizonyos Vécsei kúria, ami eredetileg természetesen Rudnyánszky kúria, és a két család között létrejött rokonság révén, házasság révén, lesz aztán az elnevezésében Vécsei kúria. Egyébként több épületnél ugye többfajta elnevezés van mindig az adott tulajdonosra, én egyet használok, de majd utalok a többire. Ugye a Vécsei kúriának ez a belső udvari homlokzata, nem különösebben impozáns épület, ezt nyugodtan hozzátehetjük, viszont látható, hogy egy hagyományos, szerényebb kúriának felel meg, és előtte nyírott, bokros díszkert volt valamikor. Ugye a Rudnyánszky család, az eredeti építő, egy nagymúltú főnemesi család, bárói család, ez fontos, tehát a kúria építők, azok mind régi főnemesi vagy főúri családok. Ugye bárói család, aki egy picit talán ismeri őket, ugye a legreprezentatívabb kastély ennek a familiának nagy tétényben van ma is, a Rudnyánszky, Száraz Rudnyánszky kastély, és ott is temetkezik a főága, ami azért érdekes, mert Szadán meg ez a mellékága fog temetkezni. Ugye Vécsei kúriaként vonult be a köztudatba, ez is a belső udvari homlok, ezek már ismertebb képek. Sajnos arról ábrázolásunk nincsen, hogy a túloldali homlokzata, tehát ahol ma bemegyünk az otthon udvarára, ugye hogy az hogy nézett ki eredetileg, azt tudjuk, illetve hát ugye én már tudom, hogy ez egy földszintes, egyteremsoros és a túloldalon is hasonló megoldású kisebb kúria volt, de ami fontos, hogy hozzá tartozott egy nagyon szép park, amiben még mesterséges tavat is létesítettek, ez ma is megvan, csak meglehetősen elvadult állapotban. És hát ennek a kúriának van egy egészen izgalmas
Ez a mai látható homlokzata, ugye, ha bemegyünk az utca felől, hát ez Kós Károlynak az áttervezése. Megtaláltam, az eredeti terveket ugyan nem, de Kós Károly levelezésében megtaláltam annak a megbízásnak a leírását, amit ő kapott 1909-1910-ben, ugye akkor ő Pesten dolgozott, az állatkertnek az épületeit tervezte, és hát nagyon érdekesen írja a feleségének, Idának, hogy hát jaj, van a Vécseri bárónak valami rossz kastély a Szadán, azt kéne nekem bővíteni, meg nem tudom micsoda, na bővítette és megcsinálta, és hát egy ilyen várszerű kialakítást kapott a főhomlokzat, gyakorlatilag ő megduplázta a korábbi kúriának az alapterületét, és egy jellemző kósos motivum, hogy egy kicsit rejtett bejárattal fölötte ilyen várszerű lodzsás kialakítás, és hát sikerült megtalálni az egyik eldugott helyen, egy gerendába be is van írva, épült AD, ugye anno domini 1911, tehát akkor adták át. Tehát Kós Károlynak egyébként ez a tulajdonképpen mondhatjuk, és ez nem leértékelés a dolognak, hogy ez a kis vidéki munkája a Székely Nemzeti Múzeum homlokzatával rokon. Ezeket a felvételeket Papp Tibor barátom csinálta egyébként, amik itt jönnek. Tehát a Vécsei kúria, azt talán még hozzá érdemes tenni, ugye, hogy a vécsei báróknak lett, akik szintén egy nagy múltú főnemesi familia, a rezidenciájuk, az a nagy előnye ennek a háznak, hogy folytonos volt legalábbis 1940-es évek végéig ugye a tulajdonlás, és hát ugye a Vécsei család, amelyik közszeretetnek örvendett a faluban, ugye a tagjai itt nevelkedtek. Azt azért elmondanám, és ez is egy picit a kúriákhoz, mint a régi világnak valamiféle építészeti lenyomatához tartozik, hogy ugye ezek a családok meglehetősen nehezen polgárosodnak. Tehát ezeknek a tagjai még egy picit a régi világból jönnek. Ugye a vécseiek és Vécsei István az huszártiszt például. Tehát a Rudnyánszky az már ügyvéd, jogász, aki az új meglehetősen zűrzavaros, ugye nagy váltások időszakában megtalálja a számítását. A Vécsei István még nem, csak a következő nemzedék, a József lesz az, aki már egy polgári mentalitással bír, és hát ugye azért tettem oda azt a kutyát és macskát, ez is eredeti kép a Vécsei családtól, mert nemrég hallottam egy kis történetet Vécsei Józsefről, hogy annyira szerette a kertjét és a madarakat, hogy nem tűrte a háznál a macskát, és egyszer a szomszédnak a macskája átjött, és hát az öreg lelőtte. És hát jött a szomszéd, hogy kártérítést követel, és akkor Vécsei József a markába nyomott 5 pengőt, és utána azzal szekírozták mindig, hogy a szomszéd ebből üzletet csinál, mert ebből vesz 20 macskát, 5-öt beenged, lelövöd megint, és akkor ebből egy jó üzleti vállalkozás lesz, de nem lett egyébként. Ugye másik nagyon ismert képünk, ahol éppen vagyunk, a Pejácsevics kúria. Hát ugye ez az épület, ez számos tulajdonos kezén ment át. Az építetője szintén egy régi familia, a grófi Pejácsevics család. Ugye ők megépítik, aztán viszonylag hamar el is mennek, és aztán Koller, hagyj ne soroljam, tehát egészen ugye 40-es évek végéig, amikor már a Kalotnak a főiskolája lesz belőle. De ez az épület, ez mindenképpen egy reprezentatív épület, ahhoz képest pláne, amit általában a kúria építészetről tudunk, hogyha jövünk föl, már maga a látvány meg van tervezve, ugye gyönyörű diszkert volt, legalábbis az akkori divatnak megfelelő ilyen barokkos diszkert, ez nem csupán egy téglalap alakú épület, hanem U alakú, és a belső udvari homlokzata is egy színvonalas, ilyen klasszicista kialakítású. Tehát ez nem véletlenül hívják időnként kastélynak, tehát ugye Pejácsevics kastély, vagy Bánó kastély, vagy valami. Tehát ez egy reprezentatív épület. Ha jól sejtem, akkor ez itt a Kollerfi család tagjai
ugye, akik rajta ragadtak a képen. Ugye a tulajdonosokról néhány kép, hát Bánó vagy Pejácsevics gróf, ugye ő az építető, a Nemzeti Galériában van róla portré. Ő is már egy ilyen, tehát ők igazából még mindig a gazdálkodásra teszik a hangsúlyt, tehát az a fő jövedelemforrás, de egy nagyon izgalmas vállalkozásba fog bele a család. Ugye Pejácsevicsnek a fiai azok alagon megteremtik a magyar lótenyésztésnek, meg a zsoké képzésnek tulajdonképpen az alapjait, és egy nagyon híres, még azt hiszem talán ma is működő, ugye Dunakeszihez tartozik, lovasiskolát fejlesztenek ki, és át is költözik egyébként a család. Tehát az, hogy Szadáról elmennek, ennek ez az oka, hogy az ő fiai ebben a szakmában nyújtanak kimagaslót. Aztán jönnek a tulajdonosok, ugye a Kollerfék, Bánóék, nem tudom. De ami nagyon érdekes, és sajnos ma már nincs meg, hogy ez a kúria is, és ez picit a kastély jellegét erősíti, ugye nagyon szép díszkertet, és hátul egy nagy parkot már, amennyire föl lehet futni a dombon, ugye létesítettek, és abban ugye a romantikus angol park stílus dívig abban az időben műrom is volt, egy kilátó, a Bagoly vár tulajdonképpen, ahova még olyan legenda is fűződik, hogy Erzsébet királyné Gödöllőről mindig kiszokott jönni, és akkor Bagoly várban nézelődik. Gödöllő környékén nincs olyan település, ahol ne lenne hasonló legenda, de nem baj. Tehát ezek fontos részei ugye ennek a dolognak. És ennek kapcsán én ezt elmondom, ez egy jópofa dolog, hogy ugye a kastély tulajdonosok közül a helytörténeti írásokban megjelenik egy Janek Joké nevű figura. Tehát így írják, hogy az is volt egy ideig tulajdonos. Most ilyen figura nincsen, viszont van egy Janek Géza nevű figura a 20. század elején, a minden zsokék királya, így hívták annak idején, Angliában képzett, hát körülbelül ekkora volt, és nagyon erős, minden versenyt megnyert, Janek Géza, mint zsoké. És ebből származott ez a félreértés, hogy Janek Joké, tehát hogy így hívják. Egyébként maga a Bánó kézirata, vagy önéletírása írja rosszul, és innen vesszük át. Janek Géza egyébként tulajdonos volt Szadán, tehát voltak ingatlanai, de soha nem a kastély volt az övé. És egy remek fickó volt egyébként, valami olasz grófnőt vett el feleségül, ment is a perpatvar e körül. Tehát a Joké az nem volt, de volt Janek Géza, szadai földbirtokos, akitek egyébként a birtokait egy Dietrich nevű másik birtokos vette meg. A két kúriáról nagyjából azt mondhatjuk el, hogy amolyan a régi társadalmi rétegekhez húzódó, tehát még a magyar feudális világhoz tartozó főúri családok építették meg, és hát tulajdonképpen hasonló szisztémával gondolkolták is, bár ugye a mostani faluház esetében, ahogy megyünk előre az időben, ugye már tulajdonképpen teljesen elpolgárosodott, Bánó László az már teljesen elpolgárosodott tulajdonosa volt, de ők még valahol a régi kúriális világnak a képviselői voltak. Maguk a kúriák is a legkorábbi épületek, 1860-as, 70-es évek, és a 80-as években indul el a polgárosodás, mégpedig éppen azért, mert ugye a Váci meg a Nagyváradi püspökség meg a káptalan felszabadítja a birtokokat, hozzá lehet jutni tulajdonhoz, tehát bárkinek. Tehát tagosítanak, ugye földosztás is van valamennyi, és lehetőség nyílik vásárolni területet. Nos, a fővárosban erősödő polgárság keresi is ezeket az alkalmakat ugye a mai agglomerációban, a főváros körül, és hát Szada is azzal, hogy egy rendkívül kies, egy kellemes, és ugye hát meglehetősen érdekes és izgalmas, ilyen hobbi tevékenységre alkalmat adó kis gazdaságokat is lehet a világ köré építeni. Ugye a szőlészet, a gyümölcstermesztés itt a fontos. Hát megkezdődik a kirajzása a fővárosi elsősorban középpolgárságnak, de aztán később jön egy-két nagy polgár gyáros is. És az egyik első villa, ami megépül, ez a bizonyos Dauhi villa,
Most azt érdemes róla tudni, hogy maga a család az egy igazi, a liberális világban fölfutó nagyvállalkozó család. Ugye ők kezdik még kézművesként a fémművességgel, tehát különböző épületekhez, rácsokat, korlátokat, nem tudom mi mindent, és ugye ahogy a budapesti nagyberuházások fölfutnak a kiegyezés után, ez a vállalkozás is, és a dologból lesz egy hatalmas, hogy is mondjam, csak hát gyár vagy üzem, amely először Ybl Miklóssal dolgozik együtt, ugye, tehát Ybl által tervezett épületeknek a különböző vasmunkálatait csinálja, aztán egyre több és egyre szélesebb és egy hihetetlen gazdag családdá válik. Na most ugye ők azok, akik az első villát megépítik, az egyik legszebb lehetett egyébként abban az időszakban, most nem nagyon fogjuk elemezni, de érdemes megnézni, hogy ugye ilyen svájcias stílus van, de van benne egy ilyen kis kastélyszerű kialakítás, egy reprezentatív följáró, ugye tehát azért ez megvan adva a módja. Persze az is érdekes, hogy tulajdonképpen ebből a gazdag családból szakadt ki egy másik ág, ez a Guidónak az ága, és tulajdonképpen aztán ő jön Szadára. Jaj, ez a fönt Arany János utca 5, azt hiszem. Tehát a mai Martonyi villa, sajnos a Martonyi villa, mikor az épült, akkor ezt eltakarították. Tehát ennek a helyére épült a villa, némely részletet, falat fölhasználtak, de egyébként a villa ma már sajnos nem látható. A melléképületei közül maradtak meg. Ugye ez a hátsó frontja volt, ami ugye egy rossz régi fénykép alapján, de azért lehet érzékelni, hogy nem volt ez egy nagyon csúnyán megépített, egy picit ilyen kuriális módon megépített épület volt, ugye mert ez fölfutott a dombra, tehát ami az előző képen egyemeletes vagy magas, az itt már rövid. Ugye, és ami megmaradt, ugye 1882, ma ez van, egyébként Martonyi úr, mikor megkerestük, akkor kinyitottam mindjárt, hogy azt tudtam, hogy valahol van egy évszám, és akkor így megtaláltuk, és valóban a pince lejáró fölött ott van az építés ideje, tehát 1882. Ő a Guido, tehát csak azért mutatom, mert ez is egy érdekes dolog, ugye ő egy ilyen oldalági vállalkozásként egy műkertészetet nyitott Kőbányán. És tulajdonképpen ő lakta legtöbbször a villát, tehát ő használta, jött hétvégén vagy nyaranta, és ami nagyon érdekes, ugye ez volt a kőbányai üzeme, ugye ott van egy árjegyzéke, amit kiadott, nagyon fölfutott neki is, mint minden építőiparhoz kapcsolódó vállalkozásnak. Veresegyházon is volt egy ilyen parasztportaszerű nyaralójuk, és ami nagyon érdekes, hogy innen Szadáról nagyon sokan jártak be ebbe a műkertészetbe dolgozni. Tehát munkahelyet teremtett, ha így fogalmazunk. Tehát ő a Guido. És tulajdonképpen a család az folytonosan megmaradt. Hát ugye 45-ben, amikor mindent államosítanak, hát ezt a házat is, meg a többit is, de majd erről még lesz szó. És ugye ilyen szükséglakások voltak először az akkori villában, aztán a Magyar Édesipari Vállalat üdülője volt. Tudom, egy jó ideig még ki is cipeltek ide, nagyon sok ilyen ipartörténeti emléket, tehát egy kis házi múzeuma is volt ennek. Aztán magántulajdonba került, és ugye most már nem is tudom, 10-15 éve a Martonyi család lakja a már újjáépített villát. Hát a Götz villa, ami megint meglehetősen ismert, ugye a mai Gesztenyi Espanzió, ott Arany János utca 3 szám alatt. Lényegében ma is így látjuk az épületet. Most a Götz család hát meglehetősen ismeretlen, egy nagyon visszahúzódó, szeparált család, míg a többi Szadán nyaralót, vagy villát építő, vagy akár ugye a kúriákban élő családok aztán egymás között elkezdenek házasodni, tehát rokonsági kapcsolatok létesülnek, a Götzökkel nem. Tehát ők valahogy kihúzzák magukat. Egyébként ez egy német nyelvterületről származó
család. A mi szadai vonalunk az valahogy Ungvár felől kanyarodott ide, most nem akarom nagyon részletezni, és ők megépítik ezt a kis villát. Téglalap, középütt ez a szép kis veranda, ugye a dór oszlopaival, egy picit kuriális jellegű, még ez a divat. Az építés időpontja sajnos nem tudott, de 1890 körül lehetett még. Ugye itt is van díszkert, és hát mögötte volt a nagyobb park, aztán a gyümölcsösök körülötte. Ugye a göccök egyébként tehát emigráltak a 40-es években, itt is maradt ugye a villa, amiből szükséglakásokat csináltak, meg egyebeket. De ami talán érdekes, hogy ez inkább, tehát ugye nincs benne svájci stílus, nincs benne nagyon ugye eklektika, hanem inkább ez a kuriális stílus. A mai épület őrzi ezt a képet annyival, hogy meg van emelve, mert hogy amikor ugye panzióval alakították, akkor több szobát kellett elhelyezni, és a padlástérbe is elhelyeztek szobát, ezért megemelték az épületnek a nagyságát. Ugye a régi egy ablak helyett is most kettő van, tehát, de azért ugye az egész még mindig ugyanazt őrzi, amit. Ugye ez a Götz villa, akkori szintén egy ilyen régi családi felvétel a hintóval, a kocsissal, mert ugye a közlekedés az nagyon fontos volt, hát egy jó ideig, amíg a vasút csak Veresegyházig jött, és Gödöllő felől nem lehetett a helyi érdekűvel jönni. Ugye visszaemlékezésekben szerepel is, hogy kimennek az uraságért a pályaudvarra, és vissza is viszik, ugye? Tehát a kocsis tartása az a villáknál is ugyanolyan természetes volt egyébként, mint a kúriáknál. Ami érdekes még ugye a Götzéknél, és hát talán a Dauhi villánál lehetett látni, hogy ugye igényes a kert, de hát miért ne lenne az, amikor a vállalkozás is ugye kertészet. Ugye ott kőedények, egyebek vannak. Itt még megmaradtak a parkot díszítő terakotta szobrok közül is kettő legalábbis. Ugye ma hát sérültek sajnos. Ez egyik ugye egy múzsa, ugye a költészet múzsája, a másik pedig egy ilyen ugye borosulaskót tart, mondjuk a boristene az nem nő, de fogjuk rá. Szóval, tehát két szép terakotta szobor érdemes volna restaurálni. A Góri villa egyike azon keveseknek, amelyek a mai napig valahogy a család vagy a leszármazottak tulajdonában vannak, és szinte teljes épségükben megmaradtak. Volt szerencsénk Tibor barátommal fényképezkedni, kimenni oda. Még a bútorok egy része is ott van. A belső helyiség eloszlás változatlan, és hát a pincében megtaláltuk, hát itt nem látszik ezen az öreg fotón, de majd az újon, igen, hogy ugye volt egy szép dísz, egy bádogdísz, és rajta az építés időpontja 1914. Ugye általában valahol mindig megjelölték ezeknél az épületeknél az építkezés időpontját, vagy a mestert sokszor. A Lauhinál ugye ott volt egy monogram, de nem tudtam még megfejteni, BIT. De hogy bitet beírni a keresőbe, az nem biztos, hogy kiadja azt, amit ugye. De itt sem tudjuk az építést, viszont megmaradt egy szép alaprajzunk a család tulajdonában, ami legalább arra feltétlenül jó, hogy egy kisebb léptékű villánál a szerkezetét vagy a struktúráját érzékeljük. Ugye ez a főbejárati gyönyörű faragott veranda, a svájci a stílusával, egy sokszor előszobaként, de gyakorta szobaként, itt szobaként használt rész. Ugye a főhomlokzat, ami nyugat fele néz, a szőlőskertekre néz, első három nagy helyisége, nagyméretű, ez a lakószobák. Ugye még egy lakószobát alakítottak ki ugye a délnyugati fronton, és az egész épületnek a kiszolgáló egysége ide került. Tehát a konyhák, kamrák, hát ebben az esetben nem, de gyakorta a legtöbb villánál például a szakácsnő szobája, vagy a cseléd szobája, ugye ezzel a hátsó frontra került, és ami ennél a villánál egészen különleges,
hogy ebbe építettek először fürdőszobát. Itt látszik is egyébként, ugye fürdő különálló WC-vel, csak úgy mondom, és miközben a többi villánál, kivéve a vécsei kúriát, az 1930-as években még nem volt bevezetve a víz. Itt már 14-ben fürdőszoba volt, és a padlástérben ma is ott van az a hihetetlen betonkád, amiben tárolták a vizet, és ugye a fizika törvényei szerint látta el a háztartást, ugye az oda fölpumpált víz, kútból fölpumpált víz, ugye ezzel a nedűvel. Ez ma ott érintetlenül megvan. És ahogy mondtam, a berendezési tárgyak közül is több minden megvan, a cserépkája például, ami a kuriózum ma már, és hát a bútorok egy része is, ami azt mutatja például, majd még a berendezésről itt-ott szólok, hogy ugye a Góri család az egy 15. századi eredetű nemes család, ami aztán teljesen polgári életvitelre átállt ugye a 19. században, de még tartja őket tehát ez a fajta nemesi múlt, és historizáló módon rendezték be a villát. És a bútorokon látszik, hogy ízléssel válogatták össze, tehát nem az volt, hogy most ilyen fotel, meg olyan, hanem úgynevezett hisztori történeti ízű bútor együttessel szerelték föl a villát, tehát nagyon jó ízlésük volt egyébként. Tehát ezt egyébként maga a Góri család, hogy mondtam, közülük volt olyan, aki Góri Miklós, 19. század eleje, aki a Magyar Tudományos Akadémiának ajándékozta az úgynevezett Góri kódexet, ma ezt így tartják nyilván, egy 15. századi ferences kódexet például. Tehát ők a maguk módján részt vettek ebben a reformkori nyüzsgésben is, de olyan Góri is volt, jelesül éppen az, aki Szadán gyakran vendégeskedett ebben a villában. Egy másik, azt is Miklósnak hívták, akiről például egy újságcikk azt mondja, 1920-as évek ez, hogy Kőszegen egy ilyen becsületsértési perbe keveredett, ugye, és hát nem jelent meg a bíróság előtt, hogy ezt tisztázza, és elbújt. És akkor mentek a rendőrök utána, és akkor egyik ismerősének a padlásán elcsípték a pasast, és ugye le kellett ülni az 5 napi elzárást, vagy valamit, de hát ugye elengedték, mert ugye akkor, hogy is mondjam, a becsület szó az mindig erősebb volt, mint a pénz, és hát ugye meg kellett volna jelennie, természetesen nem jelent meg a büntetést letölteni, hanem megtalálták az erdőben, mert kiment vargányát szedni. Tehát ilyen kicsit gentrói típusú figura volt ez a Góri is. Szóval ez egy nagyon szép villa, minden része tulajdonképpen megvan ma is, és talán még azt meg kell, hogy teljesen alá van pincézve, a legtöbb villánál pincék is vannak, ugye a kis gazdaságnak az ellátását szolgálják, itt gyönyörű állapotban a pincészete is megvan. Hát ugye a hajós kastély, no, őszintén elég sokat kínlódtam vele, mert ugye a névhasználat az változik, meg több hajós kastély is volt, mint kiderült, úgyhogy Krisztina segítségével sikerült kibogozni aztán, hogy tulajdonképpen mi is a hajóskastély, meg rök, meg nem is tudom mi minden. Ugye. Nos, ez a később épült hajóskastély, ha szabad ezt mondanom, amiben ma ugye szintén a leszármazottak laknak. Legyünk őszinték, nem különösebben impozáns épület, egy egyszerű nyaraló épület, sőt, teszem hozzá egy kis szőlős vagy gyümölcsös kis gazdasági központja, szépen beépített verandával, és hát ma is őrzi ugyanazt a beosztását, bár eredetileg ez egy elalakú épület, amelyet ugye aztán a nagy világégés után két család, tehát elvettek ugye a tulajdonosoktól, vagy államosítottak, és egy másik családot telepítettek be, aztán elvették magát a szőlőst is. Ugye ma már ez a terület, tehát ez a Szabadság utca 56, ugye ez a terület meg mögötte is mindenbe van épülve, tehát itt már elvesztette ezt a,
ezt a magányos jellegét, de egy egyszerű, kicsit ilyen kúriákra is emlékeztető épület, és hát a mai tulajdonosok jóvoltából nagyon sok minden megmaradt belül az egykori bútorzatból, emlékanyagból, tehát a családoknak. Ugye a hajósok is már igazán polgáriasult, bár nemesi címmel is bíró család voltak, és hát az eredeti, vagy a korábban épült így a hajós villa, hát ez egy öreg kép szintén ilyen családi hagyatékból. Hát egy kis részlet tanúskodik ma abból, ami ez a villa volt. Tehát körülbelül talán ez a részlet épp, ami még megvan, hiszen 45 után, én nem is tudom hány fele osztották ezt a házat, meg magát ugye a területet, és ma is, nem tudom én hány lakás van, kis elszeparált, ilyen labirintusszerű, hogy is mondjam, nehezen követhető kertekkel, tehát sok tulajdonos osztozik, és meglehetősen át is alakította magát az épületet, ilyen toldásokkal, elfalazásokkal, nem tudom mivel. Úgyhogy ma egy ilyen veranda részletet lehet az utcáról látni, hogyha valaki Szabadság utca 62, ha jól emlékszem, igen. Ugye egy ilyen kis részletet, beépített veranda, ugyanúgy előre ugrott nyilván középütt, és egy ilyen nagyon érdekes apácarácsos ugye tornác futott végig. Ugye a hajós család, polgárosult család, most nem mondjuk el sorba, de talán Hajós Géza, ugye itt, vagy Imre, aki nagy motorversenyző volt egyébként az időszakában, és valószínűleg ez hozta egy picit össze a családot, a Rök család, a Rök Istvánnal, aki viszont a Magyar Automobil Klubnak volt a titkára, autószalonja volt, meg hasonlók, tehát a férfiak ugye egy picit ezt a korban ugye nyiladozott a magyar autó és motorsport, és hát ebben úgy nyakik benne voltak. Ugye Rök István cége tönkre is ment, aztán öngyilkos lett. Tehát ezek már egy picit olyan, még mindig ilyen gentroid magatartással bíró, de már alapvetően polgáriasult egy család. És ami egy picit ilyen másodlagos információ is lehet, hogy nézzük meg, hogy Hajós Imre ugye berendezés mögötte. Ez nem egy villa berendezése, egy ilyen dínom-dánom, lity-löty lak, hanem ez egy polgári lakásnak a berendezése. Sőt, néhány esetben azt is tudjuk, hogy ugye volt egy végrendelete, hogy milyen művészeti alkotásokkal díszítették a házat. A korban divatos festők művei voltak. Ugye megnézzük ezt is, mert a Rök családról az előző, a későbbi hajós villát nevezték el egy ideig ugye Rök villának, és ezért is, hogyha egy-egy képeslapot látunk, és két épület nagyon hasonlít, az ugyanaz az épület, csak más nevet írnak hozzá. Ugye ez is egy klasszikus polgári lakásnak a berendezése. Ez nem a kieresztés, mert majd lesz olyan is, ugye, hanem ez egy nagyon kimért, igazi polgári családi környezet. Ugye a kerekes villa, ami ma már szintén nincs meg, ugye elbontották, és egy új épület áll a helyén, a Szélső utcán fönt van, már meg se lehet közelíteni, és néhány korabeli felvétel maradt róla, innen ismerjük, hogy nagyjából milyen volt. Egy aszimmetrikus, elrendezésű verandás, és hát hátul ugye ilyen tornácos, tehát ilyen kúria-szerű kialakítású épület. Ugye itt a környezetében voltak a gazdasági épületek, mert azt mindenképp legalábbis említeni kell, hogy a legtöbb villa nem önmagában állt, hanem voltak ilyen gazdálkodás, tehát a gazdálkodás szolgáló melléképületei, ugye istállók, vagy nem tudom, kocsiszín, vincellérház, cselédház, tehát sok egyéb, és egy ilyen kis épület együttes tulajdonképpen minden egyes szadai villa. Ilyen szempontból megint csak a kúriákhoz hasonlítható, hiszen egy kis gazdálkodó egység is
még hogyha nem is nagy üzemi gazdálkodás folyik, de egy ilyen belterjes házi gazdálkodás folyik. Ugye, tehát itt is egy ilyen kis szép tornácos hátsó része volt az épületnek. Mindegyiknél szinte van lépcső, tehát meg kell közelíteni a főbejáratot, ami itt oldalt van, csak nem nagyon látszik a zöldtől. Ugye ez is az a villa, hát egy nagyon rossz képet tudok csak mutatni róla, de majd lesz jobb. Ez az, ami nem tudom én hány tulajdonos kezén ment keresztül, ugye az elbontásig, és egy időben egy olyan igazi gentry pasas birtok volt a Csáky Rudolf, tehát a nagy ugye, Csáky grófok familiájából, az is, mint minden egyes ilyen lealkonyodóban lévő főúri családtag, egy katonember volt, huszártiszt, ugye gentry, megörökítették szóval úgy maradt meg a település emlékezetében, mint ilyen anekdoták, hogy is milyen főszereplője. Ugye leírták, hogy mikor jött a postás és nem sietett felé hozni a levelet, akkor képes volt rálőni a puskával elé meg mögé, ugye talán nem volt a háztartásában, de így volt, olyan hölgy, akitől ne lett volna gyerek, és akkor leírják, ugye, hogy a saját gyerekeit, az igazi feleségétől, amikor a tanító ugye, tanította, akkor azt a nem tudom, a szalomba tanította, a cselédtől való gyereket kint a majorba, a nem tudom milyen harmadikat, meg a kert végén. Tehát azért gondoskodott a gyerekekről. Nos, ő kiadott egy ilyen kis képeslapot, vagy egy ilyen leporello-szerű nyomtatványt a villájáról, hát ennek az ebédlő részét mutatná ez a borzasztó rossz felvétel, elnézést kérek. Ugye teljesen, tehát az a zsúfolt tárgykultúrás világ, nem olyan, mint az a letisztultabb polgári világ, tele ilyen magyaros tékákba tett tányérokkal, meg amit úgy sokszor ma is szeretnek a nyaralókba betenni, ahol ellazulnak, ahol jó be lehet rúgni, meg haverok vannak, meg egyebek vannak. Ugye, na most az ő általa kiadott leporellón a szalont, meg az ebédlőt látjuk, ami ugye tulajdonképpen egy ilyen köztér egy adott villában, a kevésbé, hogy is mondjam, közönségnek szánt, vagy vendégeknek szánt helyek, mint az intim hálószoba, egyebek, azokat nyilván nem ismerjük. Ugye a ház több tulajdonos kezén ment át, Kerekes József volt 45 előtt az utolsó tulajdonos. Ugye Kerekes család eredetileg egy bárói família, ő nem használta ezt a címet, viszont ő a monarchiában képzett igazi, hogy is mondjam, olyan KUK-s tiszt volt. Most ezt jó értelemben mondom. Tehát nagy műveltséggel, kiváló képzettséggel, egyebekkel végigverekedte az első háborút. A tanácsköztársaság idején, mivel katona volt, szolgált, az északi hadjárat sikere nagy részt neki köszönhető 19 nyarán, és valószínűleg ezért 1920 után a mellőzött katonatiszt lett, aztán ő ki is költözött egyébként a villába, és ugye erről is elég sok mindent tudunk, hogy az ő életét, meg hát a villa életét alapvetően az jellemezte, hogy ezernyi katona jött ki vendégségbe hozzájuk, és hát nem kis figurák, egyet említek meg, Stom Marcel neve talán mondva, akit, mit a második világháborúban, a Doni harcoknál volt, ugye a Voronyezsi csatákban az, aki ugye a rettenetes orosz nyomás után, miután minden szétment, ő volt, aki kiadta a búcsú parancsot. Tehát azt mondta a katonáinak, hogy innentől mentsék az életüket. Mai napig vitatják egyébként a történetben, hogy ő jó tette ezt. Lényeg az, hogy sok katonája így megmenekült, neki viszont elfogyott a lába, hadifogságba esett, le is kellett vágni, tehát amputálták. Tehát ilyen vendégek jártak Szadán, bár amikor még itt járt, mondjuk Stom Marcel messze volt a második világháború. Ugye a Kerekes család
Ugye 44-ben bombatalálat érte az épületet, és a felesége is, Kerekes József meg úgy megsérült, hogy bele is halt. Elmenekültek ugye a család Pestre, aztán visszajöttek, újjáépítették a villát. A gyerekek itt éltek, és tulajdonképpen meg ugye az ő fia, illetve a felesége hagyta ránk azt a bizonyos naplót, ami azért úgy ismert a településen, és a villának a régi életét, meg az akkori életét leírja. Aztán ugye meghalt a felesége, aztán 62-ben azt hiszem ő is utána halt, és ugye az ő fia az meg emigrált. Hát ugye egy gyenge, a rónai villák, ugye itt is kettőről beszélünk, mert ahogy mondtam, ezek a családok kezdtek egymás között házasodni, és rokonsági kapcsolatok alakultak ki, és ugye ennél a családnak is volt egy dibasz vonala, tehát egy házasság révén, és van egy épület, amely a dibasz villa nevet kapta, legalábbis a szórt források szerint, és az tulajdonképpen a rónai villák egyike. Sajnos ábrázolásunk nincs róla, de az eredeti rónai villáról van, ami ma Szabadság utca 6-8 szám alatt van, és ugye majd lesz egy jobb felvétel is róla. Ugye egy igazi svájcias stílusú nyaraló volt, egy oldalépülettel, amin teraszt alakítottak ki, ugye, és hát a rónai család egyik tagja, az már igazi hivatalnok, ugye már mondjuk így, hogy ugye jegyző volt, jogi végzettségű Rónai Károly, és igazából is a fővárosban élt, és akkor kijárt hétvégent, illetve nyaranta. Ugye a rónai villama teljes egészében megvan, de hát meglehetősen rossz állapotban, és ami nagyon különlegessé teszi, nem tudom mennyire vehető ki, ugye a középső kiugró résznek a faragása, két pegazus fut egymással szembe, vagy ugrik egymással szembe, tehát ezek két szárnyas ló. Hogy került ide, ez egy nagyon érdekes, nem tudom, tehát még én sem tudom, de ilyen a népi építészetben található, nagyon ritka valami, és nem is a mai magyar határok között, hanem inkább erdélyi vagy felvidéki településeken. Tehát ez még rejtély, hogy került, miért ez került ide a svájci típusú lakoknál nem jellemző az ilyen figurális ábrázolás, tehát hogy a homlokzatokra föltesznek. De itt ez nagyméretű egyébként, tehát ilyen ember magasságú, ugye falemezből készült faragás. És tulajdonképpen emögött, tehát ugye itt húzódott fölfele a rónai terület, a kert, mögött volt egy öreg présház, és abból csináltak egy dibasz villát. Tehát amit nem is mondanék talán, legalábbis az ismert adatok szerint villának, hanem egy kisebb háznak, ahol ugye a rónai divasz család összeházasodott tagjai éltek. Ugye a Stettina villa, ez egy olyan igazi kiforrott villa, a legnagyobb egyébként, amit Szadán építettek, 16 szoba, 16 helység, szóval azért ez nem kis... És a Stettinák is érdekes család, egy ilyen Morvaország eredetű família, akiknek, tehát ők húzódtak le Magyarország felé, már a szlovákiai részen is, ugye Szobotiszban volt egy nagyon szép villájuk, tehát ma is álló nagyon szép villájuk, és mivel ugye majd szó lesz róla, hogy Stettina Vince államtitkár volt, egy nagyon befolyásos kormánytag, ugye ő itt Szadán emeltette ezt a villát. Ez már nem az egyszerű kategória. Ez a sok helység, ugye azt mutatja, hogy egész mozgalmas alaprajza volt ennek a villának, ma is ugyanígy megtalálható, tehát ugyanezt látnánk, ha kimennénk, szerencsére megőrződött, bár nem a család leszármazottai lakják már ezt a villát. Na, oda még nem sikerült bejutnunk, többszöri kísérletre sem, de hát majd meglátjuk.
Ugye ezt a villát látjuk általában azon a képeslapon, ami Szadának egy ilyen a Szőlőhegy felé mutató, vagy ról készült ilyen látképét mutatja. Ugye ő volt az államtitkár, Stettina Vince, ami azért is érdekes, és itt érdemes elmondani, hogy ugye amikor Szada életébe a 19. század második felébe bejönnek ezek a részben régi főúri családok, részben ezek a polgári vagy polgárosodó családok, ezek a település életében nagyon sok mindent megváltoztatnak. Ugye a kúriák építői vagy lakói, tehát a vécseiek, a rudnyánszkiak, a legnagyobb adófizetők a településen. Ugye, vagy a Bánó László például anyagilag támogatja a katolikus templom, meg a helyi iskola dolgait. Tehát megjelennek, mint mecénások ezek az emberek. Ugye ez még egy picit a régi kegyúri világ egyébként, míg a polgári világba költözők, tehát például a Stettina Vince, az ugye ő a MÁV-nak is igazgató tanácsi tagja, az egyik harcos annak, hogy létesüljön ez a bizonyos helyi érdekű vasút, ami aztán 1911-ben meg is születik. Tehát lehet, hogyha ő neki a nyaralója Budaörsön van, akkor arra vezetett volna ez a vasút, de neki, meg ebbe beszálltak mások is itt helyben. Tehát az, hogy a településnek a közlekedési rendjében egy fejlődés mutatható ki ebben a korszakban, ezeknek a polgároknak köszönhető. Ugye? Ez a villa egyébként, amit Zalainak is hívnak az utódok miatt, és ami érdekes, ugye, és itt is ezt el kell mondani, hogy ezeknél a villáknál, és hát természetesen a kúriáknál is, az egyik plusz, hogy olyan szempontból is munkahelyet teremtenek, hogy a személyzetet ezekben az épületekben szadaiak adják. Bár van néhány adat arra, hogy máshonnan is jön, nem tudom, hogy cseléd vagy valami, de a zöm szadai. Tehát a szakácsnő, a belső komorna, a vincellér, a kocsis, az ilyen-olyan, és amikor ugye idény jellegű munkák vannak, tehát például szüret van, akkor napszámosok, meg summások, szadaiak. Na most ez egy olyan képet ábrázol a Zalai villánál, tehát a Stettina villánál, ugye egy szüreti buli után, ugye szüreti mulatságot szerveznek a helyiek. Hát ugye a végére hagytam a különlegességet, ugye Székely Bertalan műtermét, ugye a 19. század második fele olyan szempontból is nagyon izgalmas korszak a magyar művészet történetben, hogy ezek az óriási beruházások, ugye most gondoljuk a parlamenttől kezdve, a nem tudom én, a fővárosnak a kiépüléséig, ez ezernyi munkát ad a helyi művészeknek is, vagy a magyar művészeknek is, ugye? Ez egy meglehetősen progresszív időszak ebből a szempontból, és ez azt jelenti, hogy hát elsősorban a fővárosban, de nagyobb vidéki városokban is létesülnek műteremvillák. Ma is látunk ilyet, sőt vannak olyan részek, amelyek egész telepeket alkotnak, Százados úti telep például, ma is megvan, ugye a pesti oldalon. Na most tulajdonképpen ezekkel a villákkal mutat rokonságot Székely Bertalannak ez a kis műteremháza, azzal a különbséggel, hogy még ezeket a klasszikus művészvillákat egybeépítik a lakóhelyiséggel, hát itt ez külön van. Ugye Székely sikerült megtalálni, először 1865-ben jött Szadára, és akkor még bérelt kis házat, és úgy dolgozott a vidéken, ugye aztán 1889-ben tudta megvásárolni azt a bizonyos volt ispáni lakást, ami ma is megvan, és utána építette ugye meg ezt a kis műteremházat. Ez egy végtelenül egyszerű funkcionális épület. Nagy ugye műteremrész, nagy természetes fényt ugye beengedő ablakkal. Ha elzárkózik, akkor egy ilyen pici lőrésen keresztül lehet beadni az ebédet vagy valamit neki. Ugye itt zárt, kis előtér, és ott hátul egy ilyen pici pihenő, vagy akár raktárként használható kis helyiség, és a lakórész az külön van, hogy még az se zavarja. Tehát ugye ennek a
típusú épületnek az a lényege, hogy kizárja a külvilágot teljes mértékben, és az adott alkotó arra tudjon koncentrálni, ugye, amilyen van. Ugye elterjedt ez is, mivel Székely sokszor dolgozott együtt ugye Schulek Frigyessel, Halász bástya, csak úgy mondanám, hogy esetleg Schulek tervezte volna, semmi nyoma nincs ennek. Ettől függetlenül lehet, bár nem egy olyan komoly épület a festőháza, ugye, ami a nagy kvalitást igényelne. Az egyetlen, ami úgy érdekessé teszi, ez a historizáló kis pártázat, ugye, ami egy ilyen Tudor stílust ad a kis épületnek. De hát feltételezzük, hogy Schulek egy pillanat alatt fölrajzolta a műteremházát. Ugye Székelynek, akit szintén itt a műterem, a pesti műtermében látunk, de nyilván így nézett ki belül a műterem itt is, ez az ő temetése, ugye, mert ugye ez is egy nagyon fontos dolog, hogy amikor ezek a családok vagy művész betelepszik Szadára, ugye megbolygatva egy több évszázados kultúrát, egy települési arculatot, és nem tudom, hagyományt teremtenek. Tehát ma a település ünnepkörében az egyik kiemelt helyet Székely Bertalan foglalja el. Tehát ezek a családok, ezek a helyi hagyományba épülnek bele, vagy ezek az emberek, ugye? Ez Székely temetése 1935, ami rögtön a kultusz kezdete is. Aminek egyébként a kultusz megindítójának ugye a neve Vécsei István, egy másik betelepült, ugye? Tehát hogy ez a réteg, aki idejön, ez hagyományt teremt, elősegíti a település fejlődését, új arcot hoz, urbanizálódik egy kicsit a település. Ezt nem mondtam, a Vécsei család, amikor a Kósféle átalakítás történt, angol mintára, angol stílusú bútorokat hozott a Vécsei kúriába. Víztornyot építettek, ott volt a második fürdőszoba a településen. Tehát behoznak sok mindent, ami a település számára fontos tud lenni, sőt ugye fölmerült ez, hogy a hajós családnál még arra is volt gondja, megmaradt Krisztináéknál erre egy papír, hogy a villany bevezetésénél összeírta, hogy milyen izzókra van szüksége a szomszédoknak. Tehát még ennyire bele tudtak épülni a település életébe, hogy abból egy fejlettebb, színvonalasabb település legyen. Hát ezekről a régi fényképekről összeszedegettem néhány részletet, többé-kevésbé érezhetőt, hogy kik is jelennek meg ezeken a képeken. Számomra az egyik érdekes a Götz villánál, egy valószínűleg a szakácsné, vagy a cseléd nevét sajnos nem tudjuk, de hát ezek a mi őseink, tehát ezek ugye a régi öreg szadaiak, vagy azok közül jó néhány. Úgyhogy igazából ők munkát találtak ezeknél a házaknál, és hát azt hiszem, hogy a mai napig tulajdonképpen, hogyha arra gondolok, hogy élnek is ezekben a házakban, vagy a legtöbbjében, akkor tulajdonképpen egy időtálló kultúrát hoztak ide a településre. Utolsó. Köszönöm szépen a figyelmet.